magyar kormány az autonóm intézmények ellen brutális támadást folytat. Ebbe a sorozatba, aminek több lépcsőfoka volt, a civil intézmények, a CEU, és most az akadémia került sorra, a retorika az, hogy az innovációt kell serkenteni, de valójában nem erről van szó, arról van szó, hogy a jelenlegi magyar vezetés nem tűri az autonómiát. Nem tűri az autonómiát önmagában, de nem tűri azért sem, mert ennek a révén a társadalomtudományi és bölcsészettudományi kutatóintézetek olyan tudományos eredményeket tudnak publikálni, amelyek nem illenek a jelenlegi magyar kormányzat által propagált képbe. Van olyan vélemény is, hogy ezek mellett, az okok mellett az innovációs európai támogatáshoz való hozzáférés is szerepet játszik az akadémia elleni támadásban. Ezek együtt egy olyan érvrendszert hoznak létre a kormányban, hogy a nemzetközi botránytól sem visszariadva, ahogy mondtam, brutális módon támadja az akadémiát a jelenlegi kormányzat. Ez meglepő módon az akadémiában jelentős ellenállást váltott ki. Azért mondom, hogy meglepő módon, mert az akadémia egy heterogén szervezet, politikailag, világnézetileg nagyon különböző emberek vannak az akadémián. Mégis a decemberi közgyűlésen 90%-os többséget kapott az a javaslat, hogy Lovász elnök úr küzdjön tovább az akadémia önállóságának fenntartásáért. Ez egy különleges, szinte kegyelmi pillanat volt, részben annak köszönhetően, hogy Palkovics miniszter szinte provokálta a közgyűlést, és attól tartok, hogy ez nem lesz fenntartható sokáig. Már látszik is látszanak is azok a jelek, amelyek előrevetítik, hogy egyfajta szalámizás áldozatává válhat az akadémia. A március 8-i szándéknyilatkozat már nagyon messze van attól a javaslattól, attól az iránytól, amit a közgyűlés elfogadott. Nyilvánvaló, hogy ennek a szándéknyilatkozatnak az aláírására azért került sor, mert az akadémia vezetését megzsarolták. Megzsarolták azzal, hogy ha nem írja alá, akkor törvénymódosítással bedarálják az akadémiai intézeteket. Mi az, ami mégis optimizmusra adhat okot? A CEU elleni támadás, ami végül is a CEU számára egy kudarccal végződött, mert el kell hagynia az országot, nem volt értékek létrehozása nélküli. Nagy mértékű belső szolidaritást hozott létre, ezt jól lehet érzékelni azoknak, akik ott dolgoznak, mint én, de az, hogy tízezreket megmozgatott ez a támadás és az vele szembeni védekezés, az önmagában érték. És azt is megmutatta, és ez szerintem a legfontosabb, hogy Magyarországon ismét kezd az ifjúság a politika iránt érdeklődni. És ez reményt keltő, mert végül is a problémákat a fiatalság fogja megoldani.